összetartással indult az április. Szegeden kezdte meg a felkészülést női válogatottunk az új szövetségi kapitánnyal. Nem volt tervben, megmondom őszintén. Még nagyban az U19-es EB-s selejtezőre készültem, mikor felkértek engem erre a szövetségi kapitányi posztra. Úgyhogy meglepett, de nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a hazámat képviselhetem, és nagyon nagy örömmel tölt el. Nagyon jól fogadtak engem is, de ez nem rólam szól, tehát van egy új stábunk, vannak olyanok, akik eddig is itt voltak, vannak olyanok, akikkel én együtt dolgoztam az U19-ben, és följöttek velem, úgyhogy ez most sok olyan dolog van, ami új nekik is, nekünk is nyilván, de az a cél, hogy minél hamarabb összekovácsolódjunk, mert enélkül nem fog menni semmi. Azt látom egyébként, hogy nagyon várta mindenki már ezt az edzőtábort, és nagyon motiváltak vagyunk az összetartással kapcsolatosan, és illetve ami a jövőt illeti. Igazából a futballban ez mindig így van, amikor jön egy új szakmai stáb, vagy egy új edző, akkor a játékosok még jobban motiváltak, még jobban meg akarják mutatni, hogy mit is tudnak, úgyhogy remélem ebből profitálhatunk. Elég kis zöldfülű voltam még, amikor éppen, hogy csak bekerültem a felnőtt válogatottba, akkor Alex akkor már rutinos játékosnak számított. Néhány alkalommal volt lehetőségem vele együtt játszani. Azt nem mondanám, hogy teljesen megismertem akkor, úgyhogy azt gondolom, hogy ez most várat magára. Illetve akkor még játékos volt, most már ő egy edző, ez egy teljesen más szerepkör. De tényleg, ahogy mondtam, nagyon izgatottan várom ezt a közös munkát. Csiki Anna sérülése miatt másfél éves kihagyás után tért vissza a válogatotthoz. Nagyon örülök, hogy itt lehetek a csajokkal, már nagyon-nagyon hiányoztak, majdnem másfél év telt el az utolsó meccsem óta, úgyhogy ez nagyon-nagyon sok. De nagyon vártam, hogy jöhessek, és elkezdjük az edzést, és az idő parádé, meleg van, Svédországhoz képest legalább plusz 15 fok, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek. Egy pár játékossal még együtt játszottam anno. Ez egy olyan dolog, hogy én nagyon örülök annak, hogy ők még mindig játszanak, úgyhogy az nekem igazából teljesen normális, hogy most ilyen még van. Én nem vagyok öreg, úgyhogy ilyen a szituáció most, de szerintem ezzel senkinek nincsen gondja, nekem meg pláne nem. A 31 éves szakember Magyarországon játékosként nyert magyar bajnokságot és kupát, ezt követően pedig Németországban és Svájcban légiósként is helyt állt. Ott kint Svájcban nekem mindig olyan nagy szerencsém volt, hogy nagyon jó emberek vettek engem körül, és ez szerintem elkísérte így a pályafutásomat is, hogy én egy elég pozitív ember vagyok, és szerintem annak az a kiinduló pontja mindennek, hogyha jó hangulat van, jól érzik magukat a játékosok egy környezetben, akkor tudnak ők is olyan teljesítményt nyújtani, amit mi is majd elvárunk tőlük, de ez ugyanúgy igaz a stábra is. Nekem nagyon fontosak az emberi tulajdonságok, hogy milyen ember vagy először, és milyen értékeket képviselsz, mert azt gondolom, hogy ha megvan a bizalom, megvan az őszinteség, a bátorság, az ambíció, akkor minden más egyszerűbb, a taktika, vagy felkészülés egy meccsre, vagy akár egy edzésre. Úgyhogy én az emberi tulajdonságokat nagyon-nagyon értékelem, és minden más csak másodlagos. Szarvas Alexandra hazatérése óta az U19-es válogatottat vezette. Irányításával válogatottunk a harmadik helyen zárt csoportjában a franciaországi EB-selejtező tornán. Én nagyon szerettem az U19-es csapattal együtt dolgozni, sokat voltam utánpótlásba, külföldön is, úgyhogy nekem ez egy olyan kihívás volt, mint amikor Svájcban az U19-el voltam pályaedző, itt ugye vezetőedző lehettem, úgyhogy mind a kettő nagyon nagy örömmel tölt el engem mindig, mert azt csináltam, amit szeretek. Az új kapitány tétmérkőzéseken debütálhat, hiszen a női válogatott áprilisban már az induló EB-selejtezőkön lép pályára. Összesorsoltak minket a svájciakkal is, ami nekem nyilván egy speciális helyzet, mert 10 évet ott töltöttem, úgyhogy azt a meccset is nagyon várom. Az azeriek ellen kezdünk itthon. Szerintem egy sokat párharcoló csapat, keményen belemennek ezekbe a párharcokba, agresszívak, úgyhogy se az azerieket, se a törökeket nem szabad lebecsülni. Mi mindenképp mindent meg fogunk tenni azért, hogy eredményesek legyünk.
Az én személyes célom az, hogy elsők legyünk a csoportban, és utána a playoffot játszunk, és kiharcoljuk az EB-re való kijutást. Én határozottan azt mondom, hogy ott szeretnék lenni 2025-ben Svájcban, az Európa-bajnokságon. Én biztos vagyok benne, hogy mindent meg fog a csapat tenni, és csúszni-mászni fogunk azért, hogy ez megvalósuljon. Szerintem, hogyha ezt megtesszük, akkor utána elégedettek lehetünk, lényegében bármi lesz az eredmény.